világ tele van csodás pillanatokkal. Ezeknek a szépségeknek a felfedezésére, megörökítésére és közvetítésére invitált Európa legnagyobb fotószolgáltatója a CEVE, Our World is Beautiful, gyönyörű világunk fotópályázatával. A pályázat több mint 94 ezer versenymunkájából válogatott tárlatot Budapest után Gödöllőn mutatják be. Az együttműködésről 2015. november 11-én Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető igazgatója beszélt a kiállítás nyitó eseményén. A CEVE és a Királyi Kastély közösen arra jutottunk, hogy ezt a kiállítást boldogan fogadjuk be, hiszen ezek az elkapott pillanatok, amelyek ezeken a képeken látszanak, azok azt gondolom, hogy olyan nemzetközi, mindenki számára ismert gondolatokat, pillanatokat, üzeneteket közvetítenek, amelyek nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olyan, egyébként az értékeket, a kulturális és az örökségvédelmi értékeket ápoló, őrző és az értékeket bemutató intézmény, mint a Gödöllői Királyi Kastély, magától értetődő módon kaphatnak helyet. Szerencsés az összekapcsolódásunk abból a szempontból is, hogy egy jelentős, több százezer fős látogatószáma van a kastélynak egy évben, és azt gondolom, hogy még hogyha egy kisebb időszakban is, de a karácsony megelőző és a közvetlen ünnepi időszakban jelentős több ezer, több tízezer látogató találkozhat ezekkel a képekkel, összekapcsolódva azzal a partneri körrel, ügyfélkörrel, akit a CEVE biztosít, egy nagyon komoly üzenetcsere, üzeneteljutatási lehetőség mind nekünk, mint pedig a CEVE-nek. Az itt a képeken számos képen látható műemlékek is azt gondolom, hogy megalapozzák azt az együttműködést, ami reményem szerint hosszú távra fog szólni. A CEVE Gyönyörű Világunk fotópályázatára 2014. augusztusa és 2015. júniusa között küldhették be fotóikat a pályázók. A megmérettetésre bárki jelentkezhetett, a cél a világ szépségének bemutatása volt. Nagyon-nagyon fontos számunkra az, hogy a fotózást, mint a kultúrának a részét a lehető legtöbb eszközzel támogassuk. Ennek a keretében került immár harmadik alkalom megszervezésre az Európa, illetve a világunk gyönyörű fotókiállítás, amely eszméletlen sikeres volt. Összességében 94 ezer képet küldtek be azok az érdeklődők, azok az amatőr és professzionális fotósok, akik szerettek volna ebben részt venni. 91 ezer kép, ez gyakorlatilag az egyik legnagyobb fotópályázat volt így világszerte. Amit szeretnék külön kiemelni, hogy ebből a 94 ezer képből az egyharmada, több mint 30 ezer darab képet magyar fotósok küldtek be, amit ha belegondolunk, hogy Európa minden osztalon meghirdettük, 30 ezer kép beküldése a 90 ezerből, ez egy eszméletlen nagy szám, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy Magyarország ennyire fotós nemzet, ennyire érdeklődtek a részvétel iránt a pályázóink, és hát nagyon örülünk annak, hogy nem csak sokan vettek részt, hanem sok nagyon szép képpel is részt vettek. A szaktekintélyekből, fotóművészekből és újságírókból álló szakmai zsűri 6 kategóriában értékelte a beküldött képeket. Sport, emberek, tájak, épületek, közlekedés és infrastruktúra, valamint természet. Ezek közül a sportkategória győztese egy magyar fotós, Pusztai Gábor Máté, az Utolsó menet című képe lett. A felvétel egy békéscsabai küzdősportgálán készült tavaly ősszel. Az alkotó elmondása szerint a kép különlegessége leginkább talán az, hogy nem direkt sportfotó, hanem egy bepillantás a ringsarokba a kulisszák mögé. A szokatlan nézőpontból készített felvétel edző és tanítványa bizalmas kapcsolatát mutatja be. A fekete-fehér színvilág kontraszttal teli drámai hatást ad a képnek. Én ismerem az edzőt is, és a harcost is, aki a képen látható. És tudom jó, hogy nagyon jó kapcsolatban vannak egymással. Én is küzdősportoló vagyok, hobbi szinten, és tudom jó, hogy mennyit jelent az a pár mondat, ami a ringsorokban elhangzik egy ilyen nagy küzdelem során, és ezt akartam megörökíteni. Szerencsére sikerült is. Nagyon szép lett a kép, köszönjük szépen. Mit éreztél akkor, amikor megtudtad és meghallottad azt, hogy kategória győztes lettél, egy ilyen sok képet tartalmazó kiállításon? Én már úgymond lemondtam róla, hogy helyezést fogok elérni a pályázaton, mert egy vagy két hónapot meg lett hosszabbítva a pályázatnak a leadási határide, addig lehetett még két hónapig beküldeni fotókat, és rengeteg nagyon jó fotó volt, tehát nézegettem a képeket, és úgy voltam vele, hogy nem tudom, hogy befér az enyém, nem az, hogy az első közé, arra azért számítottam, hogy az első ezerbe benne lesz,
És mikor megkaptam a levelet, mikor kiértesítettek, hát én ugráltam, örömbe voltam. Nagyon örültem, és nagyon büszke is vagyok rá. Ja, 6 éve foglalkozok fotózással. Még Amerikában vettem meg az első rendszeremet, és ez volt az első pályázat, amire beadtam a pályaműveimet. A CEVE nagyon-nagyon értékes nyereményeket hirdetett meg erre a versenyre. Ugye összesen azt hiszem, hogy 90 ezer euró összdíjazás volt, ami azért egy elég jelentős összeg. A másik az, hogy megnézem, hogy hol tartok a fotózásban. Az első 1000 helyezett az pénznyereményt, utazást kapott, és úgy döntöttem, hogy megmérettem magamat. Természetesen azt is akartam látni, hogy hol állok a fotózás terén, hogy a zsűri, mivel nagyon-nagyon jó zsűri is volt, kíváncsi voltam, hogy értékelik a fotómat. Helyezést elérni nem csak dicsőség ezen a nagyszabású versenyen. A pályázat hivatalos eredmény hirdetésére szeptember 2-án Hamburgban került sor, ahol a győztesek munkáját egy-egy értékes fotós tanulmányúttal és mintegy 450 ezer forint értékű fotófelszereléssel díjazták. A kategória győztesek közül kiválasztották a teljes pályázat első helyezettjét is. A lengyel fotós Just Be With Me című felvétele emocionális mélységével vívta ki a zsűri csodálatát. A kép mesterien szimbolizálja az emberséget, a békét, a barátságot, azt, hogy milyen könnyed és pozitív is lehet a minket körülvevő világ. A Királyi Kastélyban Szabó Barnabás többszörösen díjazott fotóművész ajánlotta a látogatók figyelmébe a nagyszerű kiállítást, aki nemrégiben Gödöllőn indított fotós tanfolyamot. Mindenki megállás nélkül ugye képeket készít, és ez a kiállítás viszont arról tanúskodik, hogy itt úgy látszik, vannak olyan pályázók, akik kicsit megállnak, kicsit gondolkodnak, van egy koncepciójuk, és én azt gondolom, hogy minden nagyon komoly fotográfiának az a titka, hogy nem annyira feltétlenül fontos, hogy technikailag tökéletes legyen, mint inkább az a fontos, hogy mit sugall az a kép, hogy az a fotográfus eljutassa a gondolatát, aki a gép mögött áll. A mai kor emberének, és egyébként azt gondolom, hogy a történelem során mindenkor emberének is az volt a célja, hogy valami módon nyomot hagyjon maga után. Én azt gondolom, hogy bizonyos korokban, aki tehette, arisztokrata, az például az építészetben hagyott nyomot maga után, most itt gondolok Grasalkovics Antalra például, aki ugye ennek a kastélynak az építője volt, de azt gondolom, hogy ez a fotográfia egy olyan demokratikus alkotóeszköz, ami minden embernek a lehetősége, hogy gép mögé álljon és képeket készítsen, és azt gondolom, hogy ez manapság mindenkiben motoszkál, hogy valami módon megörökítse és kifejezze önmagát, és megörökítse azt a világot, azt az értékrendet, amit magáénak vall. A Gyönyörű Világunk fotópályázat legjobb 26 alkotásából összeállított tárlat egészen január 10-ig ingyenesen megtekinthető a Gödöllői Királyi Kastélyban.